Május 28-ától megújul a Népszabadság. Magyarország vezető közéleti napilapja vizuálisan frissebb, tartalmilag még letisztultabb formában kerül a minőségi újságírás iránt elkötelezett olvasók és a döntéshozók elé. Az alapértékeinket megtartjuk, de továbbra is hír és tudósításra érzékenyek maradunk, szociálisan érzékenyek, odafigyelünk a nagyobb ellátórendszert érintő kérdésekre, problémákra, ugyanakkor elemekben is lépünk majd, amelyek eddig nem voltak szerves részei, vagy nem üzemszerűen voltak részei a Népszabadságnak, például, hogy startupokról, gasztrovilágról, divatvilágról is beszámolunk, persze csak a normál keretek között, amennyit feltétlenül elbír a Népszabadság. Maga a Népszabadság logó nem változott, ennek megtartásával, mint egy jelezve, hogy a hagyományokat megtartva próbáltunk újításokat eszközölni a lapon. Hát, hogyha megnézzük, itt most éppen készül az egyes oldalunk, megfordítottuk, fölemeltük a lap tetejére magát a logót, minden anyagot súlyozunk, vannak nagyon fontos, még fontosabb és legfontosabb anyagaink. Ahhoz, hogy a minőségnek megfeleljünk, a mindennapos elvárásoknak megfeleljünk, ahhoz a tartalom előállító csapatra is szükség van. Az elmúlt 9 hónapban több olyan kollégát igazoltunk, akik több területen is bevethetők, magasan kvalifikáltak, tehát meg tudnak felelni ezeknek az igényeknek, és a jövőben még inkább erősíteni fogjuk a csapatot. A cél az, hogy a Népszabadság továbbra is első maradjon a minőségi lappiacon, sőt, növelje befolyását és növelje erejét. A meghatározó hazai médiavállalat a Mediaverse gondozásában megjelenő Népszabadság speciális akcióval is kedveskedik vásárlóinak. Június 2-án, 3-án és 4-én féláron 270 forint helyett 135 forintért lehet megvásárolni a lapot.